Szia! Gergő vagyok a WebShipitől, és köszöntelek az e-mail marketing mini kurzusunk negyedik állomásán, az előző részek tartalmából. Korábban arról volt szó, hogy milyen a jó feliratkoztató blokk, miért nem szabad címlistát bérelni, hogyan érdemes ösztönözni a látogatókat, hogy megadják neked az adataikat, hogyan szegmentálj, illetve hogy melyik az az 5 e-mail típus, amire szükséged lesz. Ma pedig a különböző sémákkal és sablonokkal megyünk tovább, amelyekkel könnyebb, gyorsabb és hatékonyabb lesz a tartalomgyártás. A jó művész máshol, a nagy pedig lop. A Picasso-nak tulajdonított mondattal csak részben értek egyet, de az biztos, hogy rengeteg időt megspórolhatsz magadnak, ha tudsz mihez nyúlni, amikor címadásra, szövegezésre vagy dizájnkészítésre kerül a sor. Sablonok, segítsetek! Egy átlagos irodai dolgozó 120 levelet kap naponta. Ebben a mezőnyben kell helytállnod, vagyis az e-mailjeidnek. Ehhez viszont kapaszkodókra lesz szükséged. Nyugi, nem viszlek fel a clickbait vonatra, hanem visszakanyarodunk oda, hogyha személyre szabott tartalmat kínálsz, meg fogják nyitni a leveleidet, mert szükségük van rá. Például a Spotify értesít, ha egy általad követett előadó új számmal jött ki. Mit tennél? Átsiklanál az e-mail fölött, vagy azonnal megnyitnád, hogy belehallgathass? Na ugye? Kövesd a jó példát és adj értéket. A tárgymező kapcsán mindig maradj 60 karakteren belül, légy lényegre törő és figyelemfelkeltő. Egy kis titokzatosság, például egy félbehagyott gondolat is működhet, de bármit is írsz, a levéltörzs szövegének reflektálnia kell rá. A klikvadász címekkel az a baj, hogy kattintás után azonnal jön a csalódás, tehát konverziós szempontból nem hoznak sokat a konyhára. Ráadásul egyes szavak instant a spam mappába juttathatják a leveledet. Ezekre találsz néhány példát a videó leírásban. Az úgynevezett preheader szekció az e-mail szöveged első pár szava, ami előnézetben megjelenik a tárgymező mellett. Szerencsére a legtöbb rendszer engedi, hogy külön szerkezd ezt a szekciót is, szóval nem kell feltétlenül ehhez igazítanod a levéltörzsed elejét. Itt egy fokkal jobban kibonthatod a tárgyba írt üzenetet, esetleg használhat szókezdő nagybetűket. A lényeg, hogy itt még van egy dobásod, hogy szépíts a tárgysoron, ha szükséges. A levél fejlécében nem véletlenül raknak a legtöbben egy képet a megfelelő üzenettel. Gyakorlatilag ezen múlik, hogy a levelet megnyitó lejjebb görget, vagy sem. Ez a szekció sokban hasonlít a webshopok főoldalán található header szekcióhoz, csak itt a kreatívnak az e-mail témájához kell kapcsolódnia. A törzszövegben érdemes sok sortörést alkalmazni és rövid, egyes szám második személyben megfogalmazott mondatokat használni. Design fronton fontos, hogy a sok nagy felbontású kép lassíthatja a megnyitást, illetve egyes rendszerek nem is mindig jelenítik meg a fotókat. A jó hír viszont az, hogy a legtöbb automatizációs platformon egy csomó jól használható sablont találsz. Ezek szinte bármilyen célnak és célközönségnek megfelelnek, csak a fotókat és a szövegeket kell cserélgetned. Köszönöm, hogy velem tartottál, már csak egy rész van hátra. A következő epizódban egy kicsit tesztelünk, elemzünk és optimalizálunk. A cél a lehető legmagasabb megnyitási és átkattintási arány elérése lesz.